fölvosul. Onnan indultunk el, hogy 1000 feladata van a májnak, többek közt termeli az epét. De az epének, ennek a zöldes, barnás folyadéknak mi a feladata? Az epének a köztudott, és ezt ismerjük, hogy segíti az emésztőrendszer működését, tulajdonképpen a zsírok emulgálását. Ez csak ha itt befejeznék, ezen nagyon keveset mondanánk el, hogy érthetővé váljanak az összefüggések, kicsit jobban fel kellene boncolni ezt az egész epét, meg az epének a főbb hatóanyaga ugye az epesav. Na mi is az az epesav? Az epesav, ez egy sztereát vázas, tehát egy szteroid. Na, most nagyon jó, mert erre segítettél rá. Tehát a sztereátvázas anyagok közül ismerjük az epesavat, ugye tulajdonképpen koleszterin alapú anyag. Így van, hát maga koleszterin azt jelenti, hogy epekő. Igen, és a másik ilyen anyag, az mi? Az a szteroid. Igen. Az a szteroid, ami ugyanilyen. Na, a szteroidokat ugye az endokrin, tehát a belső kiválasztású mirigyek termelik, az epesavat a máj és az epehúlyak gyűjti össze az epét. Koleszterin alapanyag. Tehát innentől már oda jutunk, hogy hát akkor ennek valami kapcsolata is van a koleszterinnel. De van ám, milyen? Hát tulajdonképpen a koleszterin egy olyan fontos anyag, amire a szervezet nem is... Nincs lebontó enzim, koleszterin bontó enzim. Nem is termelt semmilyen lebontó enzimet, mert erre szükség van. Viszont ha túl sok van belőle, hát nem véletlenül alkalmazunk ugye koleszterin csökkentőket, mert hát ha túl sok van belőle, az nagyon komoly problémákhoz vezet, elsősorban az erek elmeszesedéséhez. De miért alakul ki ez a túl sok? Tehát tulajdonképpen azért, mert az epe egyetlen egy módja a szervezetünknek, hogy megszabaduljon ettől a túlzott koleszterintől, az, hogy bekerül a belegbe, és a széklete által távozik a szervezetünkből. Honnan derül ki, hogy a székletben benne van-e az epe? Színéből. A színéből. Tehát ha sötét, barnás, zöldes, van. Akkor van benne epe. Ha világosabb, nem olyan, sárgás nyákos, akkor nincs benne epe. És hát ez az a mennyiség, ami benne van, hogyha normálisan kerül be, akkor ez meg is szabadul tőle a szervezetünk. Epesavakat például a szervezet egy nap alatt 2-5 grammig termel, tehát nem egy nagy mennyiséget 24 óra alatt, és ez a 24 óra alatt legalább 5-10-szer megfordul, tehát visszakerül a véráramlatba, vissza a májba, vissza az epehúlyakba, és vissza a belegbe. Ugyanígy visz. És egy részük olyan 20%-uk az, maximálisan 20%, 10%-tól 20-ig, ami távozik a széklettel. Na most, hogyha pangás áll be, ugye az epénél, akkor nem ürül kellő mennyiségű epe a székletbe, romlik az emésztés, az emésztő rendszerben található zsírok nem emulgálódnak, belül annak az emésztése is megbomlik, felszívódik a fölösleges, számunkra nagyon káros koleszterin, és nem is tudunk megszabadulni a fölösleges koleszterintől, ami az epe által kellene, hogy távozzon. És ekkor vannak a jobb bordaív alatti rossz érzetek, a puffadás, a fájdalom, a jobb lapockába, a jobb válba kisugárzó fájdalom, a nyákos, sárgás, bűzös, olajosan fénylő csípő széklet, és ilyenkor ugye az epe savak a patkóbélben és az emésztőrendszerben levő káros mikroorganizmusokat sem pusztítják el, illetve nem tartják féken.